következő kérdésem Szabó Tamáshoz az lenne, hogy említésre került, hogy gyakorlatilag úgy vált az MDF elnökségi tagjává, hogy vidéki volt, férfi volt, közgazdász volt, tehát ilyenre szükség van. Ebben kicsit benne van az is, hogy nincs belőle sok ott azon a pozíción, amire éppen most indulni kell. És ezekben az években, ezekben a hónapokban értelemszerűen ott volt a legfőbb döntéseknél. Az első rendezvényünkön mi a NEKÁ-val, annak a megállapodásával foglalkoztunk, és ugye a másodikon pedig ugye Kulin Ferenccel a MSZNP 14. kongresszusáról és ennek a hatásairól az MDF vezetőségére. Értelemszerűen feltételezem, hogy akkor ezekben a hetekben is, ezeken az elnökségi üléseken ott volt. Kulin Ferenc ugye jelezte az előző rendezvényünkön, hogy hát letaglózta az MDF akkori elnökségét a MSZNP 14. kongresszusának a történéseit, lévén az, hogy alakult egy új párt, de Posgai is ment mindenkivel közösen, nem pedig önállóan egy népi nemzeti baloldali pártot alapított. Hogy emlékszik vissza erre az elnökségi vagy vezetőségi ülésre? Elméletileg ugye itt merült föl először Antal József neve, mint hogy aki a pártnak a vezetője legyen. Itt az elnökség, milyen nevek merültek még föl az ön emlékei szerint, milyen alternatívák, hogy mit tegyen az MDF, mert hiszen egyértelművé vált, hogy ami korábban sokak számára elképzelés volt, és a vezetőségben többen voltak, akiknek elképzelésük volt Posgaival valamilyen úton, módon való együtt gondolkodás, azt nem lehet folytatni, az az út nem járható. Milyen helyzetben volt akkor az MDF vezetősége? Csóri Sándor jellemezte jól a MDF elnökségét, hogy így egyenként nagyon-nagyon tiszteletre méltó, szeretetre méltó emberek vagytok, de így együtt. Az első pillanattól az elnökségben tetten érhetők voltak világképek, néhány ember azonos világképet hordozott. Hozzá kell tenni természetesen, hogy én egy kisfiú vagyok ebben a helyzetben. Hát Csóri, Csurka, Csengei, tehát ott nekem a szavam azért nem túl erős. Meg egyáltalán. Tehát a felkészültségem sem akkoriban nyilvánvaló. De azt pontosan lehetett érezni, hogy van egy csoport, amelyik nagyon erősen szeretne egy hosszú távon, vagy nem hosszú távon, de együttműködést az MSZNP reformköreivel, tehát konkrétan ugye a Bíró Zoltán és Posgai Imre közelsége az benn volt az elnökségben is. A második vonulat szerintem szintén összefügg az a korábbi MSZNP népi szárnyával. Én úgy érzékeltem, hogy azzal a népi szárnyal Csóri Sándor is, Csurka István is, ez nem a posgaiék, hanem volt egy meghatározott csoportja a szocialistáknak. Egyébként Antal József az a 90-es években, ha lett volna ereje, szerintem ammentén így ügyesen szétszerelte volna a pártot, mármint az MSZP-t is, mert szűkebb körben ezt mondta, hogy ott lesz a levágási, a metszet, hogyha úgy tetszik. Tehát ez a két törésvonal jelen van, és még egyet hozzá kell tenni, hogy ugye Monori Erdő 85, szóval annak a következményei, lelki következményei, azok hordozva vannak az MDF elnökségében. Tehát ez a köznapi szinten ez a népi urbánus ellentét. Szóval ez ott van. És ehhez még egyet hozzá kell tenni, hogy 88 márciusában nem választják be Antal Józsefet az MDF elnökségébe a országos gyűlésen. Miért nem? Mert megjelenik egy értelmes ember, elmond egy programot, elmondja a program mondjuk modelljét, elmondja, hogy szociális piacgazdaságot akarok, és a nép meg fölhordul, mi az, hogy szoc? Tehát a népnek nincs fogalma arról, hogy mit beszél Antal József, nem választják be. Oké, és ott állunk komoly vezető nélkül, amikor érezhető, hogy bármikor bármi történhet, és Csóri Sándor hozza be, mutatja be az elnökségnek Antal Józsefet, és az elnökség azonnal megbízza, hogy akkor te dolgozzást ad, és egyébként mikor aztán eljön a tárgyalások ideje, te vezesd a tárgyalásokat.
Ilyen szempontból én nem éreztem, ha Feri ezt érezte, hogy valami megrázkódtatás történt, egyáltalán nem érzékeltem ezt. Inkább a folyamat felgyorsulását lehetett érzékelni, hogy most beindulnak olyan folyamatok, amire nem gondoltunk, hogy igen, megnyomja a történelem a gázpedált nagyon erősen. De nem volt különösebb katasztrófa érzés, sőt, hát emlékeim szerint az a kör, akit az előbb jellemeztem, aki a reformkommunista vonallal együttműködést el tudott, akart egyébként, az elégedettebb volt, gondolom én, de nagy vita erről igazán nem volt.